közfoglalkoztatottak takarítják a belváros Nyíregyházán. Jelenleg összesen 1148 főt alkalmaznak a megyeszékhelyen. A mostani program márciusban indult, és egy éven át tart, erre 1,4 milliárd forintot köthet a város. A belügyminisztérium statisztikái szerint folyamatosan emelkedik a közfoglalkoztatotti létszám Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 2014-ben csak nem 25 ezer fő dolgozott a programban, Bajú zempén után, itt a legtöbben. A programban meghatározó létszámban vehetünk fel alacsonyabb iskolai végzettséggel, alacsonyabb bérrel embereket, illetve kisebb számban magasabb iskolai végzettséggel, magasabb bérrel. A közhiedelemmel ellentétben nem csak közterületen foglalkoztatunk embereket, hanem intézményeknél különböző kisegítő munkakörökbe, hölgyek esetében takarítónőként, konyhai kisegítőként, férfiak karbantartó udvari munkásként, illetve magasabb végzettséggel különböző adminisztratív feladatokat is elláthatnak. Az idei bérezés szerint havonta 51.800 forintot kapnak azok a közmunkások, akik alacsony iskolai végzettséggel napi 8 órában dolgoznak. A munkavezetők esetében ez az összeg mintegy 6.000 forinttal több. Akik pedig a munkavégzéshez megfelelő végzettséggel rendelkeznek, nettó 73.000 forintot kereshetnek. A közmunkaprogram egy képzési projektel is kiegészül karbantartó, parkgondozó, erdőművelő, adatrögzítő, betanított kőműves, dajka és közterületfelügyelőképzést képzést indítanak Nyíregyházán. A tanfolyam elvégzése után szakképesítést is kapnak majd a résztvevők, ami segítheti a későbbi elhelyezkedést. Szabolcs Szatmár Bereg megyében a közfoglalkoztatottak közelfele, csak általános iskolai végzettséggel rendelkezik.